Üdvözlöm Önöket! Már csak hetek vannak hátra az önkormányzati választásokig, beindult a kampány, kinek lóval, kinek ló nélkül, viszont október 12-e veszélyesen közelít. Nyilván nem maradhat ki Falus Ferenc főpolgármester jelölt kett csináló kisfilmje, de beszélgetünk furcsa, vagy legalábbis furcsának tűnő önkormányzati képviselőjelöltekről, és megállapodni nem tudó helyi szervezetekről is. Vendégeink ma is Szakonyi Péter, a napi.hu szerkesztője, és Boros Tamás, a Policy Solutions igazgatója. A másik oldalon pedig továbbra is Gajdics Otto, a Lánchíd Rádió főszerkesztője, és G. Fodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója. Köszöntelek benneteket újra a műsorban. Lehet, hogy már sokan sokszor látták, de ha esetleg van akár egy nézőnk is, aki még nem látta Falus Ferenc kisfilmjét, akkor mi megmutatjuk. Adom a kihívást. És nem csak a betegeket kell támogatni, hanem a betegeknek örömszerzést és rehabilitációt is szolgáló bátortábort. Most dönts rá. Felszólítom Tarlós István, Botka Lászlót és Kósa Lajost, hogy ők is támogassák a bátortábort, ami örömet szerez a beteg gyerekek. Elnézést, hogyha kicsit mosolygunk, de hát itt volt ennél nagyobb vigyorgás is a bejátszás alatt. Hát mit gondoltok ti? Teljesen naívan teszem fel ezt a kérdést, és remélem, hogy nem megyünk el profán irányba, de politikai szempontból érdemes-e bármilyen következtetést levonni ebből a munkából? Hadd legyek komoly és a mosolygás ellenes. Én azt gondolom, hogy Falus Ferencet eddig nagyon kevesen ismerték, és nagyon kevés volt a rajongóinak száma is. Most legalább sokan ismerik. Tehát de a rajongói száma az megnőtte ilyen tekintetben. Most azt felejtsük el, az ismertsége azt gondolom ezzel a Kusturica videóval szerintem legalább meg ötszöröződött, de lehet, hogy alábeslem ezt. Van, aki David Lynch-et is már mondta itt Kusturicát, viszont tényleg komolyra tereve a szót, hogyha egy reklám rossz reklám. Tehát tudjuk azt, van egy ilyen marketing alapvetés, hogy a rossz reklám is reklám, és akkor, ahogy mondtad, az ismertségét egy személynek, vagy egy terméknek, vagy egy szolgáltatásnak lehet növelni. Igen ám, de a politika az ilyen esetben kivételt jelentett, tehát végül is nem egy kolbászt próbálok reklámozni, nem egy nem tudom micsodát, hanem egy politikust, aki elvileg kellene, hogy komoly legyen. Nem is politika függő ez a történet, emlékezünk csak a Biki Csunájra. A Biki Csunáj is micsoda ismertségre tett szert, amikor is volt az a casting a közismert tehetségkutató előtt, és akkor egy nagyon érdekes polémia alakult ki a közbeszédben, hogy szabad-e ezeket az embereket így módon nevetségessé tenni, ennyire megalázni, hogy be is mutatta a televízió, vagy legalábbis részleteket közölt abból, ahogy ezek az emberek ott mindenféle önkontroll, mindenféle önismeret nélkül azt hitték, hogy ők csinálnak valamit. Na most, ha ezt még erre még rátesszük a politikát, akkor a kontraproduktivitása teljesen egyértelmű. Tehát ez a figura el akarja velem hitetni, hogy ő egy világvárosnak, Magyarország fővárosának az első embere tud lenni, ez a szerencsétlen, szánalmas tökfej, aki még magát, ezt a jelenetet sem érti, amit csinál, hiszen ez úgy indult, hogy vagy adakozz erre a jótékonysági célra, vagy önts magad nyakon egy vödör hideg vízzel. Vagy jobb esetben mind a kettő egyszerre. Vagy jobb esetben mind a kettő, de ez, amit ő csinál, ami ezekről a képkockákról lejön, az semmi más, mint egy önmagáról nem tudó, hát sokan megkérdezték, hogy lehet ez az ember még egyáltalán a normális emberek között az viszont utcán. Ez valami félreértés a helyzetnek. Hogy én úgy tudom legalábbis, hogy ő maga találta ezt ki, egy saját stábbal rögzítette ezt. Ugye többen azt is mondták az összefogás pártjai közül, hogy bizony nekik semmi közük nincsen ehhez a felvételhez. Ha jól tudom, még Szigetvári Viktor is ezt mondta, és ezt meg is tudjuk mutatni. Falus Ferenc kampánya, közös kampány. Van feladatunk, hogy az az érték, ami Falus Ferenc jelöltségében benne van, az látszódjon a kampányban. Őszintén leszek, ebben a videóban ez semmilyen módon nem látszódott. Ez egy hiba volt, nincs hozzá közünk. A kampány egyéb eszközeiben, a szórólapjain, a plakátjain, a hirdetésein. És egyébként szerintem abban a politikában, amit ő azért képvisel Kispesten, képvisel Csepelen, abban látszik és látszani fog.
Igen, szóval Szigetvári Viktoréknak nincs köze Falus Ferenchez, Tóbiás József soha az életben nem is találkozott Falus Ferenccel, tehát ez rengeteg kérdést tesz ez így fel. Gábor, parancsolj. Szeretnék erről beszélni, még ha ironikusan is fogalmazok, nekem az volt a benyomásom egyébként, hogy egy ilyen kisköltségvetésű japán szamuráj film, amiben egy rituális öngyilkosság történik, politikai értelemben is. El se kezdődött még igazából a kampány, de az összes esélyét elvesztette ez az ember. Mert lehetséges, hogy a neve ismerté válik, tehát egy gerilla kampány. Ként olvasható akár ez a 30 másodperces videó, na de szerintem, hogyha komolyan nézzük ezt a videót, akkor lesújtó az a társadalomkép, az a politika felfogás, ami ebből a videóból látszik. Hát valószínűleg ezt gondolja a magyarokról, hogy ez működhet, ilyenek a magyar emberek, megállott valami értelmezhetetlen környezetben, és hogy a tanácsadói, vagy hát én azt gondolom a modern politikáról, hogy az egy üzem. Tehát az egy komoly munka, oda kell szakértelem, az nem egy ostobaság vagy őrültség, és ahogy a tanácsadói nyilatkoznak, hogy nekünk nincs ehhez közünk, igaz, hogy a mi közös jelöltünk, hát ez így nem működik. Ez egy teljes összeomlása a baloldalnak, amivel már 40 akárhány nappal a vége előtt az összes esélyét elvesztette. Te Gábor, kapcsolódnék egy fél mondattal csak ahhoz, amit mondasz. Amit Szigetvári Viktor mondott utána, vagy amit előtte csinált, szerinted a kettő között van különbség minőségben? Mert én úgy gondolom, hogy semmi különbség nincs. Ezt akarom mondani, Péter, hogy szerintem egyébként a Szigetvárinak a nyilatkozata, meg a nyilatkozatai súlyosabbak. Súlyosabb kategória hiba a politikai, nem tudom, politizálás és politikai tanácsadás műfaját tekintve. Hát ez az ember arról nyilatkozott tulajdonképpen, hogy ők impotensek. Nem értenek ehhez a műfajhoz, nem fogják megnyerni, felteszik a kezüket. Hát ilyet, ez szerintem a világrengető dolog, nem az a szerencsétlen videó, mert azon már mindenki kinevette magát, meg gúnyolódott. Szerintem van egy másik üzenete is ennek, amit szerintem láttunk, nem csak itt a Falus Ferencnél, hanem lényegében az elmúlt 2-3 évben is. Az, hogy a politika nagyon megváltozott ahhoz képest, hogy Magyarországon volt 1990-ben, amikor teljesen egyértelmű volt, hogy civilek, szakértők, értelmiségiek beállnak politikusként, és jól, rosszul, de tudják csinálni. Tehát az látszik, nem tudom, hogy ez egy jó vagy rossz folyamat, én inkább a rossz oldalait látom, de ezt el kell fogadni, hogy a politika az egy profi műfaj lett. Tehát a politikusnak azt tud elmenni, és azt tud megnyerni, aki profin politikusként dolgozik. És az látszik nagyon sok szempontból az ellenzéknél, baloldalnál főleg, hogy civilek, akik egyébként azt gondolom, hogy jót akarnak, elegük van abból, ami az országban folyik. Itt van Falus Ferenc, akinek semmi szüksége nem volt arra, hogy ebbe az egészbe belemenjen. Tehát én azt látom Falus Ferencen, hogy borzasztóan ki van borulva arra, hogy folynak a dolgok az országban. Nem tetszik neki az, ahogy Budapesten folynak a dolgok. És ő a maga tapasztalatával, valamennyi vezetői rutinjával egyébként a nyilatkozatokból azért ez látszik, hogy egy értelmes emberről van szó, belekerül egy olyan harcba, ami abszolút nem az ő pályája. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ő a politikai harcba belekerült, nem tudja értelmezni az eseményeket, Tamás, és már nem tudja megnézni azt, hogy egyébként milyen hatása van ennek a videónak. Ez egyébként nem Falus Ferencnek az alkalmatlanságát tükrözi? Tehát lehet, hogy valaki, egy műkörmös is lehet, bocsánat, és nem akarom lenézni a műkörmösöket, csak ők is lehet, így van, igen. Tehát vannak egyébként műkör, akik 5-600 000 forintot keresnek egy hónapban, mindegy, tehát hogy ők mondjuk nem biztos, hogy értenek annyira az ország dolga, ők is kikelhetnek egy videóban, csak nem biztos, hogy alkalmas. Igen, attól függ, hogy mi a politikának a szerepe. Tehát, hogyha most csak arról beszélünk a politikában, hogy kampányolni kell, meg kell szerezni a hatalmat, meg kell tartani a hatalmat, és át kell vinni az akaratodat, ha csak ennyi a politika, akkor nyilván ezek nem e fele vezető lépések. De szerintem a politikának van egy másik oldal, amiről nagyon kevés szó esik, az, hogy egyébként akarsz valami jót, el akarsz érni valamit, van egy elképzelésed az országról, van egy elképzelésed Budapestről, és azt végig szeretnéd vinni. Az a gond, hogy szerintem azoknál az embereknél, akiknek még van valami gondolatuk, vagy lehet valami gondolatuk arról, hogy mit szeretnének csinálni, tegyük fel, hogy a saját szakmájukban. Tehát Falus Ferenc... Róla Tamás, sokkal inkább el tudom képzelni Falus Ferencről. Köszönöm. Te most nem róla beszélsz, te magadról beszélsz. Nem hiszem, hogy elindulok vele a politikusnak. Ahogy Tamás leírta ezt a helyzetet, úgy tűnik, mintha Falus Ferencből lehetne egy Medgyessy Pétert csinálni. Aki csetlik, botlik, esetlen, civil, undorítónak tartja a politika világát, de valahogy szimpatikussá teheti magát a választók, a bizonytalanok meg a baloldal előtt. Szerintem nem erről van szó. Egyetértek, szerintem nem lehet.
van szó, amit Otto mondott, ez a kulcs, hogy a választópolgárok el tudják-e képzelni, hogy egy ilyen ember, aki áll a pusztába, egy rövid, nem tudom, kisiskolás alsó nadrágban, az legyen-e az ő főpolgármesterük? Ez a kérdés. Mert az, amit te mondasz, hogy akar valami jót, ez az én felfogásomban ez valakinek a szépírói tevékenységéhez tartozik. Mert mégiscsak az a helyzet, hogy a jót senki nem kapja ajándékba. Azért küzdeni kell, vannak szembenálló érdekek. Itt beszéltünk hosszasan a korábbi műsorban arról, hogy hogyan lesz október után a városvezetés. Hát szemben menő érdekek lesznek, koordinálni kell majd a közös akaratot. Hát itt azért nem arról van szó, hogy csupán jó szándék lenne a városvezetés, vagy a politikai műfajkérdés. Ez egy nagyon komoly dolog, egyetértek vele. Hadd egészítsem ki az, hogy akik politikai marketinggel foglalkozunk, viccből, ilyen asztalnál szoktuk mondani egymásnak, hogy minden hatékony, csak legyen rajta kutya meg gyerek. Emlékeztek-e? Rajta van. Tehát hiába mondja Szigetvári, neki ez nincs köze, hogy jócskán benne van az utóbbi idők profizmusa, ami kidolgozta ezt a vadhajtást is, amiről azt hiszik, hogy nem kell tartalom, nem kell üzenet, nem kell hiteles személyiség, elég a politikai marketing, meg elég a kutya, meg a gyerek. De nem elég. Nem most, lehet így lenézni a magyar társadalmat. Igen, de most, hogyha ezt egy, ugye két markáns vélemény van. Az egyik szerint ez Falus Ferenc saját tákolmánya volt, amit itt lehozott, és hát Istenem. A másik vélemény az, és ez nagyon-nagyon kisebbség, hogy lehet, hogy egy profi csapat kidolgozta azt, hogy egy csetlő, botló, Monty Python, kusturica, tök mindegy megoldással ismert lesz, majd egy nagyon profi politikusként egy komoly programmal előlép, és az ismertségre ráépíti a népszerűséget. Hadd tegyek fel őszintén egy kérdést neked, Péter, szerinted a nagy tömegek mire ugranak rá? Egy ilyen videóra, vagy pedig a komoly programra? Egy ilyen videóra. Akkor átmegy egy komoly programnak a jelenlét. De kérdés az, mondjuk én is csak 1% esélyt adok, hogy előjön egy komoly programmal, de nincs kizárva. Kizárt dolognak tartom egyébként, hogy ez egy szándékos videó volt. Tehát én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy fölvették, kitették, nem volt mögötte semmilyen elgondolás. Így indul a reggel Falus Ferenc tanyáján, és így. Akkor megörökítették. Ami egyébként azt mutatja, hogy hogyan lehet ismertét tenni valakit, vagy hogy ezekre kattintanak az emberek, tehát hogy ebben szerintem az a fő probléma, hogy ilyen videókat, vagy ehhez hasonló, csak jobban sikerült videókat, akkor szoktak csinálni, ha van egy komoly politikus, akinek vannak programja, vannak elképzelései, viszont megpróbálják egy picit lágyítani a karakterét, bemutatni, hogy hát neki van egy emberi oldala. Unortodox megoldás született, ez kétségtelen. Ritkán szoktam mondjuk Gyurcsány Ferencet pozitív példának hozni, és remélem, hogy nem is fogtok ezért nagyon megutálni, de hogy például pont ezt csinálta, amikor először lett miniszterelnök, utána ő egy ilyen lendületes filozófiával, komoly programmal rendelkező karakter volt, mert kijött ez az elhíresült táncos videója. Ez pontosan ez volt, és az mutatja a kettő közötti különbséget, hogy volt egy politikus, akiről volt valamilyen kép, és abból kihoztak egy ilyen vicces videót. Mert hát jött a szenvedély. Ami sok embernek nem tetszett, de egyébként a karakteréhez hozzá. Ez lett a táncos komikus. Tehát igen. Igen. Jó, de ezt több mint 200 000-en nézték, akkor emlékszem, egy hét alatt. Tehát és az egy tudatos koncepció volt, tehát ott nem volt egyébként azzal gond, nyilván ez még összödi beszéd. Pozícióban volt. Ez a pozícióban volt, és akkor még nem volt az összödi beszéd. Magyarul előtte még ő úgy tűnt föl mindenki szemében, hogy van elképzelése a világról, meg akarja valósítani a dolgait, van dinamizmus program. Hogy mondjak egy icipici dolgot, ami látszólag icipici ügynek tűnik. És most nem a videóról beszélek, hanem sorozatban adott interjúkat ez az ember. És az egyik interjúban egy portálon megkérdezték tőle, hogy mennyibe kerül ma egy BKV jegy. Az más kérdés, hogy elrontotta az összeget is, de mielőtt mondta volna az összeget, azt mondta, hogy ezt tudom, felkészültem. Na, ebből tökéletesen látszik, hogy ez az ember nem a budapestiek embere, mert fogalma nincsen, hogy élnek Budapesten az emberek. És ez szerintem hasonlóan, amiben egyetértettünk Péterrel, szerintem például ez a kijelentés, ha már szakpolitikai vitákká akarjuk emelni a önkormányzati választás tétjét, ez súlyosabb tulajdonképpen, mint ez az ominózus videó, amivel az összes esélyét elvesztette. Ugyanolyan súlyos, mint a mögötte álló politikai stábnak a munkája. De nem összekeverte a lovat a szamárral. Felsorolta azokat a tulajdonságokat, amik
tulajdonképpen magáról akarta mondani, lóhoz hasonlította önmagát, de az összes tulajdonsága szamára illik rá, jól megsértett minden lószerető magyar állampolgárt, mert lehülyézte a lovakat, holott ő maga állított ki magáról bizonyítványt. Tamás, ugye azt mondtad, hogy ugye rengetegen megnézték annak idején Gyurcsány Ferenc videóját is, és ugye ilyenkor meg fel kell tenni azt a kérdést, hogy egy videó, amit mondjuk egy videó megosztó portálon bármikor meg lehet nézni, ha az ember oda kattint, akkor az alapvetően feltehető a kérdés, hogy az jó vagy rossz, szerintem nem feltétlenül, viszont ilyen konstellációban, hogy kijött ez a videó, már fel lehet tenni azt a kérdést, hogy valóban jó ötlet volt-e Falus Ferenc főpolgármesteri jelölése Horváth Csaba helyett például. Horváth Csaba is beszélt erről. Én ezt nem tartom olyan akciónak, ami közelebb visz ahhoz egy politikust, hogy megválasszák főpolgármesternek. Ebben azt gondolom, hogy egyetértünk sok-sok nézővel, de ezzel együtt nem csak arra kellene figyelni, hogy esetleg a most jelöltként elinduló politikus bakizik-e, amivel nyilván nehezíti a saját kampányát, hanem alapvetően mégiscsak arra... A programról. Hanem a programról. Hát igen, és magáról a programról pedig még lényegében mondhatjuk, hogy nem tudunk semmit. Még a írnokok nem fejezték be a munkát, tehát ez is ne haragudjatok, de lehet, hogy ebben is egyetértünk, ez egy nevetséges amatőrizmus. Van egy jelölt, akit megtalálnak, mondjuk civil, csetlik, botlik a képernyőn, tájékozatlan Budapest dolgaiban, nincsen programja, mások írják neki, a tanácsadói elhatárolódnak tőle, majd letiltják a nyilvánosság elől. Hát ez hogy... Holott ugye ő maga azt nyilatkozta, hogy ő évek óta erre készül, hogy főpolgármester legyen, majd ezután egy héttel megjelent cikkben pedig azt mondja, hogy ez neki egyébként lényegében soha nem jutott eszébe, amíg föl nem kérték. Én őszintén megmondom, azt hittem, hogy május után elérte a baloldal azt a mélypontot, ahonnan nincsen lejjebb. De ez az egész egy kortünetnek tűnik számomra, hogy milyen állapotban van az ellenzék. Egyébként, amit Levente mondott, én visszaemlékszem, amikor Boros Imrével, bocsánat, az akkori, az Antal kormány belügyminiszterével beszéltem, ő is két nappal előtte kapott megbízást, arra, hogy legyen belügyminiszter. Nyugdíjasként otthon kapálta a veteményeket, tehát ez önmagában még nem baj. De a miniszternek alapvetően egész más feladata van, ott a kormány világos, fő kiadott stratégiát, mondom, amit ő neki végre kell hajtani. Világos, hogy párhuzamot vont éppen Tamás, ugye a 90-es évek eleje, és a jelenlegi politikai háttér, illetve politikai légkör körül. És ugye ez benne van. Tehát nem lehet ma már a 90-es évek akkor elejének... ezzel Tamás elismeri, hogy valóban rendszerváltoztatás volt 2010-ben. Nem, azt ismerem Forradalom sem volt. Volt egyébként Aranyos, aki azt mondta, hogy lassan felül kell vizsgálnia mindazt, amit Horváth Csabáról gondolt, úgyhogy ebben minden benne volt. Ennyi? Nincs több, hát nincs több muníció Falus Ferenccel kapcsolatban? Egy felmondatot még mondjak, mert felszólított el, hogy ennyi. Tehát hogy szerintem teljesen felesleges erről beszélni, ez így folytatódik tovább. Tulajdonképpen a baloldal a kampány ellenkampány műfaját együtt egyesíti, senkinek semmit nem kell tenni, az esélytelenség jegyével fognak beleindulni a harcba. És nem hiszem egyébként, hogy ilyen rajt után ez bármiféle letiltása, hogy ne szerepeljen ez az ember, vissza lehet fordítani. És azért fontos, amit Tamás felvetett, és ezt hangsúlyoznám, szerintem van ilyen, hogy politikai tudás. A modern politika egy üzem, a politikát az politikusok csinálják, ez egy professzió, és én mindig meg szoktam védeni a politikusokat, hogy ez egy nagyon nehéz szakma. És nem lehet csak úgy. Emlékszem Hammer Ferenc egy írására, hogy Orbán vagy Gyurcsány ne higgye, hogy bármelyik pillanatban ne lépne a helyükbe 10 másik ember. Én meg azt gondolom, hogy nem lép a helyükbe 10 másik ember. Ez egy nagyon komoly ügy. Hiszen, hogyha léphetne a helyükbe 10 másik ember, akkor őket valószínűleg már látnánk, és ott lennének, de hát a bal oldalon pedig tisztán látszik, hogy szinte senki nincsen ezekben a pillanatokban sem. Ez annak is az egyik, hogy annak a folyamatnak is az egyik végeredménye, hogy miután a baloldalon most ez a három látszólag egyforma méretű párt, de minden esetre vezetés nélküli baloldalt láthatunk, ezért nem egy természetes kiválasztódás során lesz valaki ennek a vezetője, nem egy természetes kiválasztódás során lesz ennek valaki a főpolgármester jelöltje. Tehát nem az van, hogy valaki ezért megküzd és elér bizonyos dolgokat, hanem így ráböknek emberekre. Tehát nem az van, hogy valaki elindul, harcol érte, előrébb megy, és a végén eléri, hogy ő legyen ezeknek. Pont fordítva, és szerintem ez mindenképpen hiányzik, hiszen az a verseny, ami egyébként egy normális politikai verseny lenne, hogy eljut odáig mondjuk
az MSZP-ben, az Együttben, vagy a DK-ban valaki, aki azt kiharcolja magának, hogy ő legyen a jelölt, az már annyi küzdelmen keresztül ment, hogy nem követel olyan pakikat, amiket esetleg egy kívülálló elkövet. Úgy kell ezt az egészet elképzelni, hogy Falus Ferenc 10 napja van a politikában, vagy 2 hete. Tehát 2 hét alatt nyilván semennyi olyan dolgot nem tudott megtanulni, amit mások, akár a Fideszben, akár az MSZP-ben 20-25 év alatt megtanultak. Gyurcsány Ferenccel fogunk egy picit foglalkozni, ugyanis próbált egy kortünet együttes leírni a Népszabadság hasábjain egy-két nappal ezelőtt, hogy ő hogy látja Magyarországot a saját szemüvegén keresztül. Lehet, hogy nem is ez a fontos annyira ebben, hiszen rengeteg embert már nem érdekel, hogy Gyurcsány Ferenc mit gondol Magyarországról, viszont egy nagyon érdekes zanza van a végén, hogy ő egy pártuniót szeretne a baloldal házatáján, és az írásból az azért jól kivehető, hogy természetesen saját magát látná szívesen, mint vezető ebben a pártunióban. Hát hogy néz ki, hogy az ön beteljesítő jóslat az kezd megvalósulni? Igyekszem illő szerénységgel megközelíteni a problémát, azért azt nem tudom kihagyni, hogy én megmondtam. Bár a lottón lenne ilyen találati arányom, tulajdonképpen soha nem hittem az osztódással szaporodó baloldali pártokban. Már csak azért sem, mert ha megnézzük ezeknek a pártocskáknak a vezető garnitúráját, ez mind-mind valahol onnan jött Gyurcsány Ferenc ifjúsági és sportminisztériumi dolgozószobájából, hozzáteszem Cuslágostól. Voltak, akik lemorzsolódtak, voltak, akik börtönbe kerültek, de azért úgy nagyjából ezekben a baloldali alakulatokban Gyurcsány Ferenc és bandája szépen elhelyezkedett. Ki gondolhatja azt komolyan, hogy túlságosan sokáig hagyja Gyurcsány szétszaladni a nyájat? Mert én soha nem gondoltam, és most emlékezzetek vissza, már ebben a műsorban is én mindig mondtam, hogy el fog jönni az idő, amikor a platin szétszaladt tej a forróság hatására majd összezsugorodik, és újra egységes, baloldali, demokrata párt, csak a nevét nem tudtam, hát ezt írta le most nekem a Népszabadságba Gyurcsány. De lehet egyébként azon gondolkozni, hogy azok az érdekellentétek, amelyek ma ezek közé, a pártocskák közé állnak, ezek lényegében csak a felszínen vannak, színjáték azért, hogy legyen egy kis muníciója például ilyen műsornak. Szerintem nem is, engedtessék meg nekem egy másik, nem jövendőlés, de mondjuk egy gondolatkísérlet. Én visszaemlékszem 2005, vagy talán 2006 elején volt, de azt inkább 2005 volt, a Magyar Narancs címlapján jelent meg egy ma is közismert fideszes politikus arca, alatta pedig az volt a főcím, ha jól emlékszem, zöldmezős jobboldali párt kell. És nem kisebb személyiségek tettek emellett hitet, mint Schmidt Mária többek közt, és milyen érdekes, hogy azok, akik ebbe a körbe voltak sorolhatók, vagy akiket soroltak, azok a 2010-es vagy 2006-os választások előtt is már szépen visszaszorultak, és az akkori és jelenlegi pártelnök szépen tacsvonalon kívülre tette őket. Az analógiát csak azért említem, mert könnyen lehet, ez elképzelhető, hogy a stratégiát átvette a Gyurcsányféle baloldal is, és megpróbálja ugyanezt a forgatókönyvet. Olyan, Péter, hogy itt többször emlegettünk politikai innovációt, hogy mennyire hiányzik ez a baloldalról. És ott olvasom a Népszabadságban, hogy politikai innovációra van szükség. Tehát most nem azt mondom, hogy bennünket néz éjjel és nappal, és belőlünk tanul, nem ezt akarom állítani, hanem azzal értek egyet, amit mondasz, hogy ő semmi mást nem csinál, egyet dolgot értett meg, hogyan győzte le őt Orbán Viktor, és most azt hiszi, hogy ugyanazokkal a módszerekkel ő is le tudja győzni Orbán. Igen, nem csak Gyurcsány Ferenc, tekinthető ez zöld mezős beruházásnak, vagy csak egy barna mezős beruházásnak, ami tudjuk jól, hogy az ilyen lepusztult iparterületeket szokták barna mezős helyeknek hívni, és lényegében nem látunk új építőanyagot ebben a zöld mezős beruházásban. Egyébként jobb véleménnyel vagyok az úriember politikai képességeiről, tehát úgy tűnik nekem, hogy a baloldalon... Nem is a képesség a kérdés. De hát pedig ma nagyon úgy tűnik, hogy a baloldalon vagy ilyen értelmiségiek vannak, akik elkezdenek szépírói munkásságuk révén elmélkedni arról, hogy hogyan lehetne összefogni a baloldalt. Szerintem... Vagy kvízmester, igen, de szerintem nem így működik a politika, hanem a politika úgy működik, hogy hát például kell hozzá erő, elképzelés, közösséget kell építeni, és itt van ez az ember, aki láthatólag legalább
egy első évfolyamos politológus hallgató szintjén közelít a politikához, szemben azokkal, akik valami egészen más tixeltek be a baloldalon a felvételi vagy a felvételi űrlapon. Tehát, hogy mintha értené, hogy hogyan lehet politikát csinálni. De a képességei, vagy az érzéke, vagy az ösztönei azonban nem elégségesek, mert elkövetett annyi politikai hibát. Van olyan élete, például nem tudott hátralépni komolyabb, hosszabb ideig, hogy megkímélje magát az előéletétől, ami megakadályozza abban, hogy a képességeit kibontakoztassa. Mert lehet azt mondani, hogy ő képes arra, hogy egységet teremt a baloldalon. Sokat beszéltem erről korábban, hogy kell egy vezető, aki egységet teremt a baloldalon, de a képességek önmagában nem elégségesek, mert ott vannak a korlátok. Gyurcsány Ferenc, sokszor mondtam, de még mindig ez a helyzet, még mindig az egyik legelutasítottabb politikus ma Magyarországon. Mondjuk ki bárhogy az egyetlen, az, hát, aki elutasított bár, de mégis de aktív. És a, na, két dolgot látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és egyet nagyon rosszul. Az egyik, amit jól lát, amiről itt már többször beszéltünk, hogy ebben a választási rendszerben, ebben a szisztémában a baloldal akkor tudja legyőzni a Fideszt, hogyha egységes. Tehát ez a együttműködés, amikor egyáltalán folyamatosan látszik, hogy ezek a pártok igazából nem szeretik egymást, a megosztottság, a koordinált indulás, ez mind-mind ebben a választási rendszerben és ebben a szisztémában nem teszi lehetővé, hogy a baloldal győzön. Tehát az szerintem teljesen egyértelmű, hogy egy egységes baloldal tud felállni a jobb oldallal szemben. Ezt jól látja. De az egységes baloldal, bocsánat, az egységes baloldalnak a minősége az mindegy? Nem, mindegy, erről kik csinálják erről ezt a baloldalt. Van még egy dolog, amit jól lát, azt látja jól, hogy ő, mint az egyik legelutasítottabb politikus, akinek a pártjának 5-6-7%-a van, hogyha egy választáson, egy nagyobb részvételi választáson elindul, az egyetlen esélye, hogy visszakerüljön a politikába, hogyha a többi párt őt legitimálja. Tehát úgy tudott visszakerülni ő kb. A baloldali politika fősodorába, hogy sikerült kierőszakolni azt 2013 végén, hogy bevegyék abba az együttműködésbe, amiben alapvetően egy magát megújítatnak mutató MSZP és egy új formáció az Együtt PM kezdeményezett. Tehát neki az egyetlen esélye, hogy valaha vezető szerepe legyen, az az, hogy mások révén legitimálja, és mások erőforrásain tudjon felkapaszkodni. Holott ugye a május 25-i választás az számukra pont azt mutatta, legalábbis ugye a 29%-os részvételi eredmények mellett, hogy hát milyen rossz üzletet csináltak az összefogással, mert hogy lám-lám, ő nekik sokkal nagyobb a támogatottságuk, mint amennyi helyet szereztek az új magyar parlamentben, és még nem is tudtak. Szerintem ha áprilisban külön indulnak, akkor nagyon messze lennének. És van egy... Csak hogy mielőtt folytatnátok, egy valakiről lefeledkezzetek meg, például Mari néniről, Csajága Röcsögén, akinek teljesen mindegy, hogy Józsit, aki világ életében ő volt az MSZP-s, hogy azt most a DK indítja, az Együtt indítja, vagy az MSZP indítja, neki hót mindegy. Ezért mondom, hogy nem csak pártszerveződés útján hamis az osztódásra a szaporodás, a választó polgár, aki világ életében az MSZP-re szavazott, mert az volt neki a baloldal, az se tudja, hogy ezek mit játszanak ide fönn Budapesten. Csak azt látja, most is Józsira kell szavazni. Viszont, hogyha az MSZP-ről beszélünk, az MSZP-nek ugye volt egy párton kívüli miniszterelnöke, Medgyesi Péternek hívták őt, sőt, a mai napig így hívják, aki ugye adott egy mély interjút, ha jól emlékszem, az Indexnek, és ott konkrétan árulónak nevezte Gyurcsány Ferencet, tehát így próbáljon a baloldali választópolgár eligazodni a baloldali politikusok között. Ez a Medgyesi interjú nagy vihart kavart. Én két tőmondatot mondanék ezzel kapcsolatban. Medgyesi Péter, mint közgazdász, mint gazdasági szakember teljesen lenullázta magát, eljátszotta a tekintélyét a jóléti rendszerváltás programjával és azzal, ami ezt követett. Most pedig, mint politikus is eljátszotta végleg a tekintélyét, hiszen 10 évvel az eseményeket követően rugdos visszafelé, mutogat emberekre. Azt gondolom, ez sem úriembertől, sem politikustól nem fogadható. De meg nem történtnek, nem lehet kiállítani. Meg nem, inkább bátorságnak tűnik, hogy nap végre 10 év után néven merte nevezni az árulót. Ez nem bátorság. Mert ez akkor is evidencia volt, csak akkor még nem merte kimondani valami miatt. Ez nem bátorság. Nem most tudjuk, akkor miért nem mondta ez ki. De legalább elhangzott a valós véleménye, amit eddig nem tudtunk, igaz, sejtettünk, de nem tudtuk. Most már tudtuk. De jó, Péter, jobb lett volna. Én téged kitúrlak abból a székből. Tessék. Akkor te mit fogsz rólam mondani?
Vagy nem mondasz, valami miatt nem mondod ki, de mit fogsz gondolni? Hát nem ezt gondolod te is? Után előjönni ezekkel a dolgokkal, és az ész osztani, mikor ott volt neki a lehetőség, hogy megcsinálja azt, amit elméletileg gondolt. Ha most is védi azokat az intézkedéseket, okay, de amelyek 10 évre elásták Magyarországon. Nem vonja kétségbe abban való igazságát, hogy őt, a Gyurcsány, alávaló, áruló módon megkucsolta. Na de ezt tudtuk, hát evel ugye nem mondott. Én úgy olvastam ezt az interjút is, hogy ez egy politikai cselekvés. A beszéd az politikai cselekvés. És az, játszani akartam Tamással az előbb, mert azt mondta, hogy kettőben igazabban, egyben meg tévedt Gyurcsány, és kérdezni akartam, hogy tippelhetek-e, hogy nyilván arra gondolsz, hogy abban téved, hogy ő lehet a megfelelő személy, aki ezt az egyesítési munkát elvégezheti. És tulajdonképpen Medgyessy politikai cselekedete, tehát ez a beszéd is arról szól, hogy ennek a képnek egy része, ennek a belső hatalmi, baloldali hatalmi harcnak a része, ebbe is beleszól tulajdonképpen ezzel az interjúval. Úgy is lehet ezt olvasni, mint egy fék, vagy egy kerékkötő tulajdonképpen, aki figyelmezteti ezeket a résztvevőket, hogy ne bízzatok Gyurcsányba, el fog titeket árulni. Ebben az értelemben lehet moralizálni, meg lehet ítélni Medgyessy Péter beszédét, vagy nyilatkozatát, meg mondatait, de azt gondolom, hogy legitim politikai cselekvésként is értelmezhető, mint egy beleszólás, mint egy résztvevés a baloldali hatalmi harcokban. Itt van az a helyzet, jön egy ember, azt mondja, össze kell fogni, én vagyok az alkalmas erre a vezetőszerepre is. Itt van egy interjú, aki saját személyes tapasztalatával hitelesíti azt, hogy Gyurcsány áruló. Na de ugyanaznap jelent meg a kettő. Igen. Tehát nem arról volt szó, hogy Gyurcsány felemeli a zászlót és fölhága a gátra, hanem arról volt szó, hogy egy időben jelent meg a kettő, tehát nem reakció volt a Gyurcsányféle cikkre, hanem ez valamilyen különleges módon egyszerre jött. Ez azért, hát azért egy nyomtatott lapban megjelenő kolumna, annak azért híre tud menni már előző nap, sőt két nappal előtte is, mert az nem úgy született, hogy hopsz, beleesett a nyomda gépbe a lapzárnak. Elvileg a 10 éves évfordulóra, én ha jól tudom, a 10 éves évfordulóra született ez az interjú, hogy ugye 2004. augusztus 25-én mondott le egész pontosan Medgyessy Péter, és ezért készítettek vele ugye egy ilyen interjút, legalábbis ez volt az apropója ennek. De milyen érdekes. Nem, hogy ilyeneken ünneplünk meg. Ilyeneknek szentelünk figyelmet, hogy 10 éve mondott le Medgyessy Péter. Ez csak egy megemlékezés. Egy főcímes megemlékezés. De hogyha már itt beszélgetünk arról, hogy kik hogyan próbálják magukat akár a volt pártjuktól, vagy innen-onnan függetleníteni, itt van például Mester Lászlónak a személye, aki független főpolgármester jelöltként indul október 12-én, holott tudjuk jó, hogy ő azért MSZP-s volt. Ennek van-e? Nyilván van, majd ti elmondjátok, hogy mi ennek a politikai üzenete. Bocsánat, Tamás, parancsolj. Igen, ami nekem, ez is érdekes, meg ez is, amit eddig beszéltünk, ami szerintem politikailag nagyon érdekes az elmúlt hetekben, hogy ugyanezeket a törésvonalakat kicsiben, kiveszélve elkezdtük meglátni a jobb oldalon. Tehát a baloldalnak a különböző törésvonáiról mi már beszélünk, amióta ez a műsor van. Előtte is volt, ez egy szokás, hogy a baloldalon ebben nincsen olyan gát, hogy ne beszélnék ki. Ami nekem döbbenet volt az elmúlt pár hétben, az, hogy olyan híreket olvashatunk, azokról láthatunk tényeket, mondjuk a 7. kerületben a Fidesz nem tudott megegyezni a jelöltjeivel. Tehát ott a polgármester, jelenlegi 7. kerületi polgármester és az országgyűlési képviselő külön listát állít. Olvashatunk ilyeneket, hogy mondjuk Szigetváron a KDNP külön indít jelöltet, külön támogat egy jelöltet a Jobbik támogatásával együtt. Olvashatunk olyanokat, hogy mondjuk fideszes polgármesterek, ez, a polgármesterek mondanak le. Időközben ők megállapodtak Szigetváron, tehát az pont egy olyan helyszín, ahol megszületett. Igen, de hogy ezekről itt az elmúlt 25 évben nem nagyon lehetett hallani. De tehát nyilván nem sokkal ezelőtt pont Péter mondta, hogyha jól emlékszem, hogy azért voltak ilyen események a múltban bőven, mind a két oldalon. A önkormányzati választásoknak talán sajátja is, nem? Hogy ott azért inkább helyben meccsezik le ezeket a politikai küzdelmeket. Én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogy a különböző oldalak helyben lemeccselik, és ahogy mondtam, a politikának arról is kell szólni, hogy küzdenek a szereplők a párton belül is a hatalomért. Ami szerintem újdonság minőségileg a Fideszen belül, vagy a jobb oldalon, hogy ezek elkezdenek kifele szivárogni. Tehát az, hogy mondjuk tényleg a fővárosnak a központjában nincsen fideszes jelölt, vagy még nincsen megegyezés, ez szerintem egy hatalmon lévő pártnál, egy jó erőben lévő pártnál nagyon-nagyon furcsa, és ne is érdekes beszélve. Dolog, hogy én ez,
Tehát ezt természetesnek tartom. Az önkormányzati választásnak az a természete, szemben más választásokkal, hogy a lehető legtöbb jelölt itt forog. Tehát óriási mennyiségű jelölt van országos szinten, aki elindul, kandidál azért, hogy legyen képviselője akár egy kis településnek, akár egy kerületnek. Hát ugye körülbelül 20 ezer ilyen önkormányzati alkalmazott van. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy vannak viták, lehetnek olyan érdekek, tök mindegy, hogy a Fideszről, vagy baloldalról, vagy akármiről beszélünk, ahol a párt érdekek és a személyes ambíciók szembe kerülhetnek. Én azt gondolom, az előjel a fontos, hogyha egy valóban kétszer-kétharmad után megerősített kormányzati pozícióban lévő pártszövetség keretén belül ilyen van, az esetleg elgondolkodtató, hogy itt milyen érdekek léphetnek fel, milyen személyes, vagy kerületi, vagy akármilyen érdekek lehetnek. És ebből nem vonnék le olyan következtetés, hogy ez megindítja az amortizációját ennek a pártszövetségnek. Viszont sokkal inkább aggasztó egy olyan helyzetben lévő baloldal vagy ellenzék esetében, akiknek az lenne a feladat, hogy összefogjanak, egységet mutassanak, erre készíteti őket a választási rendszer, erre készíteti őket az érdek, és helyett azt látjuk, hogy viták vannak, vagy éppen, hogy a kérdésedre válaszoljak, szerintem nagyon egyszerűen megmagyarázható, lehetnek olyan egyébként baloldali vagy szocialista jelöltek, akik úgy gondolják, hogy például a szocialista párt logója az nekik hátrány. Ezért inkább függetlenként indulnak el, mint hogy vállalnák a pártjukat. Mert arra gondolnak, hogy ezzel ma Magyarországon nem, vagy nagyon nehezen lehet nyerni. De Mester László egy ilyen személyiség, aki neki esélye nem lett volna. Mester László önmagában egy olyan emblematikus személyiség Angyalföldön, akit vélhetően teljesen mindegy, hogy pártlogóval vagy pártlogó nélkül indul. Akkor miért nem Angyalföldön indul? Hát... Bocsánat, Mester László, igazad van, a Tóth úrról beszéltem, az angyalföldi polgármesterről, de Mester László, aki Rákospalota indult, azt gondolom, hogy neki is mindegy, ő is egy emblematikus alak. Viszont Gábor mondta, hogy mi természetes és mi nem. Itt most egy másik érdekes dologra céloznék, ami természetes és nem. Püspök Ladány alpolgármestereiről jelent meg egy videó, ugye előbb is beszéltünk arról, hogy milyen jelentősége van a megosztó oldalaknak most, és ugye ebben a bizonyos úriember látszik, hogy merev részegen kapaszkodik egy sátorba. Emiatt visszalépett, illetve visszaléptették. És az az érdekes benne, hogy nem azért lépett ő vissza, mert gyanús megbízásokat adott a különböző cégeknek, vagy hogy őt alkalmazták különböző cégek, ami összeférhetetlen minimum, hanem végül is azért kell visszalépnie, mert egy kakas viada, kakas ünnepségen, vagy kakas főző versenyen becsípett. Merev részeg lett, mondjuk ki. De nem az működik, mint egy normál demokráciában, hogyha valaki haverjának oszt le munkát, ad pénzt, mondjuk itt mehetnénk egész föl a minisztériumi államtitkári szintekig. Nem természetes, hogy lemond, nem az a természetes, hanem az, hogyha valamiért, valami ilyesmink kapják rajta. Mondjuk ezek az állítások, ezek, tehát itt még úgy tudom, hogy hivatalos vádemelések nem születtek, ezek a baloldalnak az állításai. Hát ezek viszont hogy ha már furcsaságról beszélünk, bedobok két nevet gyorsan. Vágó István, ha már kvízmester szóba került, Vágó István a 12. kerületben önkormányzati képviselő szeretne lenni, sőt, akkor mondjuk a jobb oldalról is, ott pedig kérem szépen Bálint Antónia, így van, ti jobban tudjátok, mint én, Bálint Antónia, ki tudja, hogy mit fog bedobni a kampányban. Ne legyek se szerény, se álszerény, tehát nagyon komoly vitába bonyolódtunk Vágó Istvánnal, mert Grosics Gyula halála után nemtelen, borzalmas, undorító hangnemben gyalázták holtában ezt az embert mindenféle vállalhatatlan pozícióba és szituációba helyezve őt, és amikor ezzel mi kikeltünk a Pálai című műsorban, akkor mi is kaptunk a pofánkra hideget, meleget, hogy egyáltalán hogy merjük őt a szánkra venni, és hogy merjünk olyat állítani, hogy ők politizálnak, hogy számunkra elképzelhetetlen, hogy valaki független legyen, és ha valaki közérdekű problémákban állást foglal, az szerintünk rögtön kommunista, ha nem a Fidesz-tel ért egyet, és ezt kikérte magának, és szinte már rosszul éreztem magam, hogy szegény embert megvádoltam a politizálással. És lőn ma már azt nyilatkozza,
hogy hát ő csak tanulni akar ebben a székben, ahova most avanzsál, mert majd akár a polgármesteri, akár a főpolgármesteri címér is elindul, mert neki ez annyira tetszik ez a dolog. Szóval ez, amit én mindig is mondtam, hogy ez az értelmiség, akire Gábor már utalt, ez egyszerűen olyan szereptévesztésben van Magyarországon, hogy valami elképesztő. Azt hiszi, hogy azért, mert le tud vezetni egy ilyen orra alá dugott kérdés-felelet játékot, amiben a válasz is oda van írva, de még úgy is elrontja néha, azt hiszi, hogy ő innen kezdve várost is tud vezetni, és úgy adja elő magát, hogy felhasználva a hírességét, hírnevét, ismertségét, ezt politikai tőkére akarja váltani, miközben fennen hirdeti, hogy de hát ő nem politikus, ő független. Na ez undorító hazugság, a választók átverése. Bálint Antóniáról. Bálint Antónia ugyanez, csak ő vetkőzik. Csak egy utolsó kérdés mindenkitől, egy igent vagy nemet. Szavaznátok-e Bálint Antóniára, Péter? Nem. Nem? Nem. Miért? Azért, mert fideszes? Nem, azért, hát azt gondolom, mindenkinek legyen. Azért legyen már valami presztízse minden pozíciónak. Igen, Tamás? Én nem ott lakom, úgyhogy nem. Ja, hogy ezért nem, igen, Gábor? Elmondta a válaszomat Tamás. Szerintem egyébként mindenkinek joga van ahhoz, hogy megmérettesse magát. Én ezen az állásponton vagyok. Így van, mindenki választható, és mindenki választhat. Én, ha ott laknék, én szavaznék rá. Tehát biztos Csicsolinára is. Egyet már kapott Antónia. Köszönjük szépen, hogy kitüntettek ma este a figyelmükkel. Legközelebb jövő héten csütörtökön 21 óra 30 perctől újra csörte. Viszontlátásra, jó éjszakát!